A keretből kikerülő Lekli József nélkül lépett pályára szombathelyen a nyíregyházi együttes, amely legutóbb 10 éve tudott győzni a Vasi városban. Az első negyedet 23-15-re, a másodikat 25-18-ra nyerte a fiataljait, már az első fél időben pályára küldő házigazda, és a játék képe a folytatásban sem változott. A harmadik 10-4, a negyedik egy ponttal lett a Falkói, amelynek győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben, a nyíregyházi gárda pedig sorozatban 8. vereségét szenvedte el. Eljönni Szombathelyre és egy futós játékot játszani öngyilkosság. Úgy gondolom, hogy sokkal jobban kellene kontrollálni a támadó játékot. Ugye mindenki azt mondja, hogy a védekezés adja meg egy csapatnak a formáját és a külalakját. Igen, de ha bután támad valaki, akkor nem lehet védekezni. És éppen ezért kértem, hogy kontrolláltan próbáljunk meg támadni, és abból tudunk majd visszarendeződve kontrolláltan védekezni. 6-3-ig ez működött. Utána úgy éreztük, hogy ez rendben lesz, és majd nekünk lesznek sikereink, ezért felborítottuk ezt a taktikát. Ha emlékeznek rá a nézők, közelről elvállaltunk egy 3-as indításból, visszaindítás. Aztán 2-3 buta támadás, mi kidobálgattuk a labdát, eladtuk a labdát, és ezekből a Szombathely megszerezte az előnyét, utána pedig már csak futottunk az eredmény után. A hazaiak kezdője szerint végig irányításuk alatt tudták tartani a mérkőzést. Azt gondolom, az első perctől kezdve egy olyan ritmusba játszottunk, és megtaláltuk a Nyíregyházának azt a gyenge pontját, amit kértem, hogy támadjunk. Nem voltak rosszak, mert visszajöttek a mérkőzésbe, és dobtak mindig, nem hagyták magukat leszakítani. Azon, amikor elmentünk 15 ponttal, mindig volt nálunk valaki, aki tudott kosarat szerezni, és tényleg nem tudtuk, gondolom, kivégezni őket. De annak örülök, hogy minden játékosom lehetőséget kapott, és volt, aki ért vele, volt, aki kevésbé, de mondom, örülök arra, hogy mindenki pályára tudott lépni, és egy magabiztos győzelmet tudtunk aradni. A forduló további eredményei: Kaposvár Albafehérvár 88-83, Szeged atomerőműese 71-90, Jászberény Kecskemét 95-88, Mavsz Pécs 87-71 és Sopron Körment 61-80. A tabella élén az atomerőműese áll 14 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 13 győzelmet számláló Szolnokot. A Marsó Nyíregyháza 3-14-es mutatóval a 13. helyen várja a Szeged szombati vendégjátékát. A mérkőzés 16 órakor kezdődik a Bemiskola csarnokában, a Kölcsi Televízió nézői pedig vasárnap 20:30-tól láthatják az összecsapást.